Hiába a 30 fok körüli meleg már kora délelőtt, a munkaterületen nincs megállás, gőzerővel épül Győr pillanatnyilag legnagyobb és legfontosabb beruházása. A Modern Városok program keretében közel 2,5 milliárd forintból készül az új parkolólemez, ami jelentősen megkönnyíti majd a megállást a környéken. Borkai Zsolt polgármester még a júniusi alapkőletételen beszélt a fejlesztés fontosságáról. Egyértelmű, hogy ennek a térségnek, ennek a területnek a legnagyobb problémája, az elmúlt időszak legnagyobb problémája a parkolási helyzet. Igen, valóban egyrésztről a kórháznak a parkolási igény kialakítása nélkülözhetetlen volt. Nem utolsó sorban az itt lakó állampolgárok is nagyon-nagyon sokan használták ezt a parkolót, és ez a kettőség okozta és okozza máig is azt a problémát, hogy nagyon-nagyon nehéz itt parkolóhelyet találni. Ugye mintegy 180 parkolásra volt eddig lehetőség, és ez az új fejlesztéssel egy 360 férőhelyesre tudjuk bővíteni. A legtöbb ember által kért fejlesztés az új parkolólemez volt. Erről már Kara Ákos államtitkár beszélt az épület alapkövének elhelyezésekor. 180 új parkolóhely jön létre a beruházásnak köszönhetően, ami ha meg nem is oldja, de jelentősen enyhíti a korábbi problémákat. Annak idején polgármester úrral közösen javasoltuk a Modern Város programba ezt a beruházást. A magam akkori kutatása szerint, amit a választókkal, az itt élőkkel, győriekkel és vidékiekkel együtt folytattam, azt a következtetést vontam le, hogy a legnagyobb támogatottságot a Modern Város program fejlesztései közül abban az egyéni választókerületben, országgyűlési területen, ahol én dolgozom, ahol képviselővé választottak, ott ez a kórházi parkoló megépítése, bővítése jelenti a legnagyobb támogatást. Ez egy fontos jelzés az emberek részéről, és azt gondolom, hogy mind a kormányzati, mind a város mindennapi életében, polgármester úr, illetve kormányzati felfogásban is azt gondolom, hogy az a legfontosabb üzenet, hogy az emberekkel közösen, az itt élőkkel közösen fejlesztjük a várost. Nem csak a városnak és az autósoknak, de a kórháznak is nagy segítség lesz a parkolólemez. Naponta sok ezre jönnek gyógyulni az intézménybe, és eddig bizony nem volt egyszerű a parkolás. Több mint 4000 járó beteget jelent itt ezen a kicsi területen, és az itt lévő több mint 1000 fekvő beteghez érkező legalább ennyi vagy több látogatót, tehát nagyjából azért egy 10000 ember megfordul itt ezen a kicsi területen, aki mind ide a kórházba akar bejönni. Ez egy óriási gondot jelentett eddig is, és ez most jelentősen fog csökkenni, ha teljes mértékben talán nem is fog megszűnni. Természetesen nagyon hálás vagyok a sajtó képviselőinek is azért, mert az elmúlt időszakban is mindent megtettek azért, hogy a város lakossága, a hozzánk jövők lássák, hogy ez a 11 hónap macera, ez a nehézség, ez az ő érdekükben történik. Amíg a lemez épül, ideiglenes parkolót alakítottak ki a közelben, de látva a készültségi szintet biztosan állítható, hogy a tervezett időpontra, vagyis jövő tavaszra mindenképpen elkészül a fejlesztés, ami a környéken hatalmas előrelépés lesz parkolási fronton.